üdvözlök mindenkit a beszélgetésünkön egy évforduló kapcsán. Fáy Ferencnek, mint torontói emigráns költőnek a párversével szeretnénk foglalkozni. Ilona, én átadom akkor neked a szót, hogy vezess be picikét, ki ő, miért fontos ő számunkra. Köszönöm szépen, Tamás atya. És hogyha itt az évfordulóról van szó, akkor én azt mondanám, hogy kettős évforduló ez, hiszen 100 éve született Fáy Ferenc, és 40 éve halálozott el. Ki is Fáy Ferenc, mennyire ismerjük őt? Az irodalmárok között nagyon sokan az emigráns magyar irodalom egyik kiemelkedő alakjának tartják őt. És valóban rendkívüli irodalmi értéket, hagyatékot hagyott ránk, és akkor erről fogunk ma beszélni. Én nagyon röviden szeretnék csak az életéről néhány dolgot kiemelni. Azok a források, amelyeket felkutattam, így tanulmányozva, hogy jobban megismerjem őt, elég szűkszavon beszélnek róla, az életéről, az életútjáról, de annyit tudunk, hogy Pécelről indult, a Pest megyei kis településről, és a nagyvilágba vezetett az útja, Kanadában telepedett le 1951-ben. Még a magyarországi éveiről annyit, hogy ő a Magyar Király Honvéd Ludovika Akadémián végzett tisztikai képzést kapott, és a II. Világháborúban fogságba esett. Nagyon sokat szenvedett, meghurcolták őt, kiszabadult a fogságból, aztán tisztviselőként dolgozott, majd megint elfogták, letartóztatták, megkínozták, és így menekült külföldre. Tehát, mint említettem, Kanadában kötött ki 1951-ben. Nagyon nehéz volt a kanadai élet, a kezdés, különféle alkalmi munkákat vállalt, de sokszor volt úgy, hogy nem volt munkája, hogy szinte éhezett, nagy-nagy szegénységben élt. De a versek valahogy mindig támaszt adtak számára. A versírásban valami előtört, valami, ami biztos kapaszkodót adott neki. Az első verses kötete 1956-ban jelent meg Torontóban, Jeremiás síralmai címmel, és ez is fontos, ugye ez a cím, majd erről is beszélhetünk, és a következő években, a 60-as években, a 70-es években még megjelent több kötete, egyre rangosabb írásokkal, versekkel, amelyekre aztán az olvasók is és a kritika is felfigyelt. 1981-ben halt meg, 60. születése előtt röviddel szívinfarktust kapott, és halála után, én azt hiszem, így a forrásokból olvasva, talán hogyha elmondhatom azt, hogy jobban odafigyeltek az ő verseire, hiszen antológiákban jelentek meg költeményei, sőt, meg is zenésítettek a verseiből. És hogyha itt az antológiákról beszélek, akkor szeretném megemlíteni a Kanadai Magyar Író Szövetség két legújabb antológiáját, a Határtalanul Magyar, itt tartom a kezemben, a másik pedig Magyarnak maradni. Mindkettőben van egy szép válogatás Fáy Ferenc verseiről. Ezen rövid bevezető után szeretném megkérdezni a jelenlévőket, és külön szeretettel üdvözlöm Szabolcs atyát, ismét itt van velünk, hogy milyen benyomás maradt meg bennünk így Fáy Ferenc verseit olvasva. És akkor atyát kérdezném először, kedves Szabolcs atya. Jó, nem Tamás atya. Jó. Akkor igen, említetted, hogy az immigráció egy része hogyan gondolkodott az ő irodalmi helyéről, de azt gondolom, hogy talán mindent elárul, hogy Márai hogy gondolkodott róla. Amikor ugye Fáy István levelezett, ugye megjelent a Vigiliában 2001-ben 10 levél a Fáy István és Márainak a levélváltása, ami irodalomtörténeti szempontból is nagyon izgalmas, és ott Márai ugye megkapja a Torontóban megjelent Fáy összest, és akkor beszél róla, hogy
nem csak az emigrációban, hanem a Magyarországot is figyelembe véve a 20. század legnagyobb költői, szóval nagyon magasra teszi a mércét, és aztán egy másik levelében írja, hogy az este elalvás előtt, szóval ott van az éjjeli szekrényén is, hogy mennyire nagyon-nagyon magasra tartja szóval Fáit. És egy másik ilyen, éppen a napokban én is próbáltam ezt a mai beszélgetésünket, illetve azt, hogy ezt a nem is kettő, hanem hármas évforduló, tehát születés 100, Torontó beérkezésének 70, halálát, Torontóból távozása 40 esztendővel ezelőtt, hogy történt, hogy Kubik Annával beszélgettünk, ugye ez a nagyon jó színésznő, hogy ő teljesen Fáy hívő, szóval nagyon-nagyon szereti, és a Lyukas óra, meg különféle programokban állandóan hozza elő, és ez csak... Én ott Torontóban megvolt nekem az a Fáy összes, és olvasgattam, de az volt az igazság, hogy ez valahogy akkor nem fogott engem annyira meg. Aztán később itthon már annyira bámulom a költészetét, szóval nagyon, nagyon erősen hatott rám. És most egyre jobban előkerülnek Fáy versei Magyarországon is, úgy tűnik, ugye? Hát igen is, nem is, illetve nagyon jó dolog az, amit a szerelmes költészetének az elsőt említetted, hogy mikor jelent meg Torontóban 56 az első kötete, Jeremiás irámai, de hogy ő neki már volt egy nagyon szép gyűjteménye, papírfecnikre írva minden legépelte, de aztán a házkutatás, elhurcolás miatt ezt azt hitték, mindenki azt hitték, hogy megsemmisült. De mivel legépelte és a legépeltet vitték el, az eredeti papírfecnik megmaradtak, és abból aztán visszanyerték ezeket az Éva verseket. Ugye ő egy nagy kommunistának volt a felesége is, hogy nagyon hamar kiadták az útját, szóval amikor kiszabadult a börtönből a saját gyerekét sem, szóval nem is találkozhatott velük, el is vált meg. És hát... ez előkerült, és ugye 2015-ben akkor egy újabb összes versek megjelentek, ami teljesen kifogyott, szóval nem lehet elérni. Antikváriumokban is hiába jegyzi elő, valaki nem találja meg. Az a jó, hogy az interneten elég sok fönn van. Elég sok különféle tanulmány részeként, verselemzés részeként, vagy csak úgy, éppen Tamás atya választott verse is, az is ott nagyon kiemelten elérhető. Szóval hát azt gondolom, hogy tenni kell érte, és én azért is, hogy ez kettős évforduló olyan értelemben, hogy Kilinszky 100, Kilinszky 40, Fáy 100, Fáy 40, szóval nyugodtan oda lehet tenni Pilinszky mellé a Fáy Ferencnek a költészetét, és sok érdekes dolog van, például Fáy is francia fogságban volt, emlékszünk ugye Pilinszky a francia fogoly versére, de ő is ott, de hazajött, mert hogy ő neki otthon van a helye, és aztán hát jól el is intézték. Igen, igen. István, benned milyen kép maradt meg Fáy verseiről, költészetéről? Megvallom őszintén, most találkoztam velük először. Én talán Fáy Ferencet talán látásból ismerhettem, de soha nem beszéltem vele. Gondolom, hogy inokaiknál voltam. Elsősorban nagyon gazdag a nyelvezete. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik. Ez bennem egy nagyon mély nyomot hagy. Ő lehetne mondani rá, hogy Isten kereső ember? Talán igen, talán nem, erre talán jobb a szakvélemény meghallgatni. A nyelve gazdagsága, és amiről ír az ő szenvedéséről, az nekem nagyon, nagyon mély nyomot hagyott bennem. Tehát én csak mi műkedvelő ismerem, nem tudok technikailag, hogy milyen vers technikát használt, az nekem az egyszerűen, hogy nem értek, de... Ő szerintem egy nagyon jó költő, eléggé pessimista, legyünk őszinték,
De talán ez azért is volt pessimista, mert rengeteg viszontagságon és rengeteg fájdalmon keresztül. Tehát mi műkedvelőnek, én nagyra tartom az ő írásait, nagyra tartom az ő verseit. Tamás atya hogyan látja Fáy költészetét így a versek alapján, amiket olvasott? Én is tudok kapcsolódni Istvánhoz, amikor így fölmerült így a hogy vegyük őt most így, akkor kezdtem el olvasgatni. Láttam így a könyvtárunkba pár verses kötetét, de nem ismertem igazán. És most jó volt beleolvasni, azon gondolkoztam, hogy István azt mondtad, hogy pessimista, hogy inkább nekem az jött át, hogy egy nagyon sokat szenvedett ember, aki nagyon szépen, lehet ezt mondani, hogy nagyon szépen tud írni a szenvedésnek a tapasztalatáról, hitelesen, emberjem, költőjem, konkrétan is, és metaforikusan. Valóban egy nagyon szép nyelvezet, egy nagyon klasszikus költészettel, és a témái egyszerűen valóban inkább erről a sok-sok szenvedést megélő embernek a témái, de nagyon emberiek. Tehát valahogy azért azt érzem, hogy itt érünk vissza, és akkor is beszélünk róla itt az istenkereső Fáy Ferencről, hogy valahogy valami mély emberi reményt én érzek benne. Ezekben a nagyon fájdalmas versekben is. Kíváncsi vagyok János véleményére is. Mi az ő benyomása? Az én benyomásom, abszolút csak szuperlatívuszokban tudok beszélni Fáy Ferencről, tehát elképesztően nagy hatással van, nem csak rám, hanem ahogy utána olvastam, másokra is. Szabolcs atya említette Márai Sándor, de találkoztam másokkal is, tehát nem tudom, hogy elmondhatom-e, hogy itt van egy antológia, amit az interneten találtam, Fáy Ferencről szóló írások vannak, és itt van egy Egri György, lehet, hogy Torontóban vannak, akik ismerik a nevét, én nem ismertem, Menóra című lapnak lehetett ő a szerkesztője, ő azt írja, ha ezt most felolvashatom, Fáy Ferenc új verseskötetéről Torontóban kiadott verseskönyv került a kezembe, és azt forgatom, ízlelgetem most már napok óta. Pedig nem könnyű írnom róla, mert a versek szerzője Fáy Ferenc olyan ember, akivel kapcsolatom igazán nem mondható rózsásnak. És mégis ez a Fáy Ferenc most már napok óta szépé teszi az estéimet. Nincs semmi okom, hogy megváltoztassam véleményemet a költő politikai magatartását illetően, már ami magánemberi minőségét illeti, de mint újságírónak kötelességem, hogy olvasóimnak számot adjak arról, ami érdekes történik. Tehát becsaptám olvasó közönségemet, ha nem írnám meg, hogy Torontóban él egy olyan magyar költő, Fáy Ferenc, akinek nevét évtizedek, de valószínűleg évszázadok múlva is tanítani fogják a magyar iskolákban. De verseiből jó egy néhányat kötelező lesz tudni minden diáknak. Mert Fáy legutolsó verses kötetével a magyar irodalomtörténet klasszikusai közé vonult be. Nehéz szívvel írom ezt le egy ellenségről, de mit csináljak, ha így van? Egyébként Fáy Ferenc, mint költő, abszolút humanista, aki számtalan versében följajdul, a bármilyen fajtájú üldözöttek nevében, viszont ennyi a verses könyvről kritikának elég is, de aki a magyar költészetet tényleg szereti, az akár egyetért, akár nem Fáival, nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy verses köteteit ne tartsa ott a könyves polcon. Ez nagyon tetszett ez az írás. Ezek valaki, aztán tényleg elismerő szavak. Ezek elismerő szavak, nem tudom, mi lehetett a politikai vita köztük, de igen, egy olyan ember nem szeret. Igen, nagyon, igen, nagyon világos. Én Egri Gyurival nem egyszer találkoztam a 80-as években Torontóban, és ott ő nagyon, hát mint a Menóra szerkesztője, ő nagyon a történelmi emlékezet nagyon nyomta őt, és mint Ludovikás tiszt és a többi, de mint, tehát már Fáy Ferenc, igen, hogy így, igen, ez okozta az alapvető problémát, vagy különbséget, de Fáy Ferenc, mint ember is, tehát azt akarom hozzátenni, tehát hogy az, hogy most mit csinált, mit szenvedett, és a többi, az egy dolog,
de hogy mint ember is, tehát nem csak a költészetében, hanem emberségében is mélységesen humánus volt. És említetted azt, hogy Isten kereső, lehet-e mondani? Én inkább úgy mondom, hogy Istent megtalált, és ezért Istent kereső. Ugye nem keresnénk téged, ha már meg nem találtunk volna, mondja Szent Ágoston. És tehát inkább én úgy gondolom, hogy ő Istent kereső, és hogy a pesszimizmus az a felszín, mert olyan mélyre megy a reményért, hogy szembe akar nézni a legmélyebb gyökereivel rossznak, és úgy tudja a reményt adni. Tehát ezért van ez a mit Tamás atya is említett, hogy ő inkább, meg amiért Egri Gyuri is ír, meg mások is, hogy hát táplálja őket a szöveg, mert nem csak szép, nagyon-nagyon finom, nagyon egyéni látásmódok, olyan gyönyörű kifejezések, olyan kitakarásai a valóságnak, ami másutt nincs, tehát ő nagyon, nagyon eredeti, és igen, szóval ez csak úgy hozzá. Én is úgy gondolom, hogy egészen magával ragadó ez a költészet. Ahogy olvastam egyik verset a másik után, hát nem találtam olyan verset, ami rossz lett volna, vagy tehát tényleg magával ragadó és lenyűgöző, és fantasztikus, gyönyörű képekkel dolgozik. Igen. Azt lehet mondani, hogy minden mondata tökéletes, tehát ahogy említettem, csak szuperlatívuszokba tudok róla beszélni, egy nagyon nagy élmény. És azt hiszem, hogy Márai Sándor, hát azt nem tudom, hogy a legnagyobb magyar költője Fáy Ferenc, de az, hogy a legnagyobbak között van, abban én biztos vagyok. És azt hiszem, hogy valóban kéne tenni azért, hogy valahogy jobban bekerüljön a magyarországi irodalmi kánonba is, hogy tényleg a megérdemelt helyére kerüljön. Én szerintem ő egy ismert költő, tehát sokan ismerik a nevét, de iskolában nem tanítják, tehát ilyen módon nem hagyományozódik át generációról generációra, pedig kellene. Tehát ha azt mondjuk, hogy Pilinszky egy nagy költőnk, akkor Fáy Ferenc ott van mellette. És hát számtalan más költőt lehetne sorolni, akik mellett neki ott van a méltó helye. Mi lenne, hogyha most nem csak róla beszélnénk, hanem ha őt is hallgatnánk? Előkészítettünk verseket, és mindenki választott egy-két verset, amiről szeretne beszélni, illetve utána közösen is boncolgathatjuk, jobban beleláthatunk ezekbe a versekbe. Úgyhogy akkor folytassuk ezzel. Tematikailag egyébként nagyon sokféle terület megjelenik, érzés, látásmód, úgyhogy akkor kezdjük ezzel a verssel. Ki választotta? 30 perc Istennel. Hát én választottam, gondolkoztam, hogy melyiket választom, és aztán ilyen hivatásbeli kísértés csapdájába estem, gondoltam, akkor legyen ez a 30 perc Istennel annyira, de nem magyarázom, inkább csak olvasom. Napunk a gép, esténk a mámor, s a vasárnapunk pihenés. Ha 8 napot alkottál volna, tán jutna rád is egy-egy óra, de 7 nap nékünk is kevés. Ülj hát le mellém, nézd, e széken elférsz te is még. Áll a gép, gyere, egyél, pihenj egy szóra, ebédidő van, és az óra lassan lejár, 15 perc még. Szalonnám van, eléje hagyma, és látott kolbász is akad. Mit szégyelsz, hogy arcodra lettem, hogy lent vagyok, s te állsz felettem? Nem látod bennem önmagad? Te adtad ezt, melyben most élek, tört hittel bár, de emberül, s küzdelmet acéllal, gázzal. Szégyenled, s csöndes igazával az Isten fáradtan leül. Szalonnázunk, kezünkben bicska, acélja csillan, nincs szavunk. Két fáradt ember déli közbe, nincs most különbség köztem és közte. Munkások, emberek vagyunk, mohón eszünk és hallgatunk. Mm.
rengeteg ilyen áthallás van, most is, hogy olvastam újra, ugye bejön József Attila képe, bejön annyi minden utal, csendes, finom utalások, tehát látszik, hogy hihetetlenül hordozza zsigereiben a magyar költészetet, és egy párbeszéd is, sok párbeszéd van más versekkel is, miközben ezt írja, ugyanis teljesen egyéni Fáy Ferenc kiadásban. Hadd kérdezem meg, hogy melyik József Attila vers jutotta az eszedbe? Hát a nekem is eszembe jutott. Munkások, a szalonnázás, esznek, nem beszélnek, esznek. Sok minden felé ágazik szét ez a kép, igen, ez egy ilyen kis toposz is. Igen. Igen, igen. Nekem az Istenem című József Attila vers ötlött fel bennem. A dolgaim elől rejtegetlek, Istenem, én nagyon szeretlek. És ott is egyfajta, ugye leülnek együtt, és együtt étkeznek. Ez a kép, igen. De, ez a közvetlenség, ez igen, nagyon itt van, tehát ez a közvetlenség az, ami megragad engem, ez egy beszélgetés, ez egy nagyon meghitt, őszinte beszélgetés. Tehát nem keresi. Istennek a közelsége, ugye? Közelség, ami nekem annyira szép így ebben, ahogy teljesen nem csak, hogy párbeszédben van, hanem a fáradt fizikai munkás Fáy Ferenc maga mellett tudja ugyanabba a fáradtságba levő Istent. Egy egészen különleges személyi tapasztalat. Tehát, hogyha beszélünk arról, hitünk szempontjából, hogy mennyire lényeges az, hogy észrevegyük a saját életünkben belépő Isten, de ez ebbe a versbe teljes egészébe a költő ezt megtapasztalja. És egészen az is benne közel, van. Azonos tapasztalattal, azonos fáradtsággal, valahogy egyszerűen annyira átjön ennek a mély tapasztalata, azt érzem. Bocsánat, közbevágtam atya szavaiba, de ugye az is benne van, hogy nem elég ez a közelség, ez az ittlét, mert azt írja, hogy ha 8 napot alkottál volna, tán jutna rád is egy-egy óra. Tehát több kellene ebből a meghitt együttlétből, az odafigyelésből, a rád való figyelésből. És így önmagamra is jobban tudok figyelni. Nekem nagyon izgalmas a maga az, hogy ez a 30 perc, ugye 30 perc Istennel, persze játszik itt, hogy 7 nap, 8 nap, itt sincs időnk, tehát persze a 8 nap lenne, akkor is ugyanúgy lenne, mert másról van szó, de hogy mikor vannak együtt? Ez a délidő, ugye ez a pihenés és a táplálkozás ideje, tehát az étkezés ideje, a táplálkozás ideje, és akkor van együtt a minden táplálék forrásával. Szóval ez egy olyan gyönyörű, ez is egy ilyen a képen belüli kép, hogy miért pont az ebédidő. Hát együtt esznek igazából, hogy Isten a táplálékunk is. A vele együttlét újít, megfrissít föl. Talán ez egy kimondottan keresztény értelmezés az Istennek, hogy a Jézus emberré vált, talán egy más, egy Istenbe hívó vallás, az Istent egy fenségesebb lénynek tekinti, de itt az Isten Jézuson keresztül egy emberré vált, és ez egy nagyon is egy erősen keresztény tanítás. Nekem valahogy az a kis József Attila verse, hogyha jól emlékszem, mint a Betlehemet is szoktak mondani, hogy a Jézuska mellett leülnek a pásztorok, és ott esznek, és hát Jézus ott van, Isten ott van, mint egy kis emberke, ugye, és ez ennek egy változata egy felnőtt életében. És a versnek itt a lezárása is hát gyönyörű. Munkások, emberek vagyunk, mohón eszünk, és hallgatunk. És itt tulajdonképpen ebben a hallgatásban, ebben talán kitárolkozik egy egész másik vers is, vagy egy egész élet,
ugye, hogy miért hallgatnak, vajon mire gondolnak, ugyanarra gondolnak, és mi az a fájdalom, ami felötlik bennük. És a János nézed azt, hogy ezelőtt a hadsor előtt, az előző hosszú szakasz vége, hogy zárul? Egy kis perlekedés, hát te adtad képmás, hát te ülj ide le, mi harve, és csöndes igazával az Isten fáradtan leül. És itt megint jött a csend. Annyira gyönyörű belső összefüggések vannak a szövegben. Én több versében láttam ezt a vallatást is, tehát amikor is először mondtad azt, hogy Isten keresés, én ezt úgy is láttam, hogy Isten vallatása. Ez a perlekedés, igen, ez is egy jó szó, ami itt is ott van, jelen van. Ja, nézzük perlekedés, akkor egy, ugye? A perlekedés úgy részben fönt van tartva, a proféták perlekednek az Istennel, de hát mi is az ő nyomok, tehát hogy ez egy bíztatás is. Igen, én azért mondtam, hogy igen, hogy nem Istent kereső, hanem Istent megtalált ember teljesen, és aztán azért keresi tovább, hogy ki vagy, mint egy házastársak is, hogy hát te ki vagy tulajdonképpen 30 év után is, Márainak megint csak így emlékezve, Fáira van egy szép Lolával való kapcsolatára reflektálva mondja, hogy egy férfi egy nőt kétszer szeret meg, először, mikor szerelmes lesz belé, aztán majd az ezüst lakodalom után, amikor ugye már ott van mögöttük sok minden más, akkor teljesen más arca nyílik meg, és hát hasonlóképpen az Istennel való kapcsolatban is, hogy jó, igen, megtalálta, de az együttlét, akkor derül ki, hogy na ki is vagy te, és Isten számára is, hát persze, hogy én nekem ő tényleg mit jelent. Na jó. Van egy csomó másik vers is, nem akarok leragadni ennél. Ez egy nagyon szép nyitásnak, ez egy nagyon szép vers. Akkor menjünk tovább, nézzük a következő választást. István? Én választottam. Bitók árnyékát hinti rám az este, búcsúzó sóhajt hord felém a szél. És a fák, mint holtak, meggyúlt furcsa teste, merednek rám. Az alkony, mint a vér, ömlik, az álmos dér futott a földre, és én sírva zúgva, mint egy jajdarab, sikoltom át a csendes őszi tájon, hogy mint a kín, most minden szívbe fájon, ez a kiáltás, ez a szó, arad. Arad. A legendák négy betűje vége, megcsúfolt út, megcsúfolt szenvedés, földetre egy hulló 13-ak vére, örök magyar sors, örök megvetés. Elére hozzánk tengerek ködén át, hősök vérétől fény kapott napod. Elére hitnek ős csirályú magnak, amelyből gazdag új kalászt aratnak, éget vetésű sápat magyarok. Küld el a sírok néma kopja fáját, egy néma jelkép, hogyha mint való, hamvasztó láng még sisteregve fáj át a vérünkön, tám mint olvadó. Folyékony érc, még egyé lesz a lelkünk, hisz egy pólusú 100 darab vagyunk, taszítjuk egymást tébolyulva veszve, csahos száj, frázis, 100 párt lesz az eszme. Arad, nem érted? Hantá porladunk. Romulunk akár a szélkergette pára, és én zihálva, mint az üldözött, sikoltam a néma éjszakába árnyak halottak holdföldek fölött, hogy mint varázsszó, szent hitű ígéret, mint ostya testből egy hulló darab, legyen a hit, a bűnparányi jója, hazátlanságunk, nagy kohéziója, az összetartó őserő arat. Engem ez nagyon megfogott az a vers. Talán majdnem, hát nem szabadna talán ezt kimondanom, de ez a 20. századnak a szózatja talán, nem? Ez Vörös Marti 19. század, az ő szózatát, Fáj megírja a 20. századnak a szózatát a magyar léttel kapcsolatban. Tehát ezért tetszett nekem ez a vers. És végül is
végül is egy reményteljes befejezése van az egésznek, hogy az Arad, a nép szenvedése végül Magyarországon vagy helyrehozza. Fáj nagyon szereti a sápat szót, nem tudom pontosan miért, talán az a betegségnek és a szomorúságnak a színe, mert több versében a sápat szó felmerül. Aztán pedig az is írja, hogy hát a magyar csak magyar sors örök megvetés. Hát ez kicsit talán túlzás, de... Igen, csak István, hogy beszéljek bele, csak egy kérdés. Ez biztos, hogy nem gépelési hiba, mert én ezekről az internetről leszedett verseknél találtam gépelési hibákat, és sokkal jobban beleillik az, hogy földedre hulló 13-ak vére örök magyar sors, örök magvetés. Ó, magvetés. Hát ez a... Ezt nem tudom, csak ez nagyon fáj is lenne, és nagyon logikában nagyon beleillik, meg állandóan az ellentétekkel dolgozik. Ezt azt gondolom, meg kéne nézni valahol másutt is. Uh-huh. Lehet, hogy tévedek, de ez... Az antológiában másoltam ezt. Igen, itt van az antológia a kezemben, és igen. Oké. Csak gondoltam, bedobom ezt, mert annyira fáj is, mert hihetetlen erősen használja az ellentéteket állandóan, és az is, hogy itt is akkor sokkal több értelme lenne, ugye? Igen, igen. Megcsúfolt szenvedés, majd örök magyar sors, örök magvetés. Mi a gyümölcs? A magvetés ugye sokkal optimistább. Igen. A megvetés. Nem biztos, hogy optimistább, mert ha mindig csak vetünk, mikor aratunk? Hát és a szenvedésnek a magvetése, igen, az is kérdés, hogy földre hulló 13-at örök magyar sors, örök magvetés, ez állandóan ismétlődik, vagy a megvetés, ami ezzel a tragédiával járt. De érdekes gondolat, hogy a magvetés is jól illene ide. Igen. Uh-huh. Sikerült utána nézni valakinek, hogy esetleg más kiadásban magvetés? Igen, ez a hanyadik versszak még egyszer? Tehát második versszak. Magvetés van itt is, ebben a kiadásban, ez a határtalan. Tehát ott magvetés van. Tehát nem magvetés. Nem, határtól a magyarban, ebben megvetés van. Megvetés van. Megvetés. Uh-huh. Nagyon könnyű összekeverni valóban, elnézést, igen, megvetés. Örök megvetés. Tehát örök magyar sors, örök megvetés. Ez egy nehéz gondolat. És ugye beszél a turáni átokról is, taszítjuk egymást tébolyolva, veszve, csahosszáj, frázis, százpárt lesz az eszme. Ez csak az magyarokra vonatkozik? Hát én nem merném azt, hogy azt állítani, de ez egy előforduló gondolat, hogy széthúzás van talán még a mai politikai életben is Magyarországon. És akkor István, én meg azt kérdezném tőled, hogy te hogyan értelmezed a címet, kiáltás Arad felé? Hát annyiból értelmezném, amit az a fáj verséből leszűrtem, hogy ez a sok szenvedés, amin a magyar nép átment, és ennek egyik legszomorúbb esemény talán arad volt, ez mégis valahogy a remény, hogy ebből le tudunk vonni valami reményt, hogy ebből lesz valami pozitív fejlődés is a magyar nép számára. Csak erre tudok gondolni. És végül is, még a mai napig is Aradról azért megemlékezünk. Ugye? Tehát ez egy fontos esemény volt. És milyen érdekes, hogy az aradi 13-ból hány, tulajdonképpen nem is volt magyar, hanem mindenféle származék volt, ugye? Szóval én ezt... Nagyon szép itt is a hazátlanságunk nagy kohéziója. Igen.
hát itt az ellentétek és a tragédia is. Azt hiszem, hogy István, igazad van, hogy ebből azért mégis egyfajta közös sors és közösségépítés, egy összetartó ős erő, ahogy írja, keletkezik. Igen. Tehát itt megjelenik a magyar sors, és hogy ő sorsközösséget vállal ezzel, ugye itt az utolsó verszakban romlunk, akár a szél kergette pára, és én zihálva, tehát itt kiemeli önmagát is. Igen. Itt megjelenik jobban az én. Tehát itt a sorsközösség vállalás, a sorsunk, igen, a múltunknak a vállalása, és ez a kohézió. Jó, ez nagyon fontos. A hazátlanságnak nagy kohéziója, az összetartó. És talán a hazátlanságban talán benne van az ő személyes sorsa, igen, is. Igen. És nem tudom, Irona, valahol, lehet, hogy rosszul emlékszem, valahol írtad, hogy vajon fáji, kanadai vagy magyar ír költő, hát ő egy magyar költő, aki Kanadában élt. Igen, István, illetve az lenne a kérdésem, hogy hogyan jelenik meg az emigrációs lét az ő költészetében, hogyan csapódik le. Tehát az emigrációs lét fájdalma, nehézségei, életérzése, hát itt nagyon jól megjelenik. Igen, ez a hazátlanság, ez a sorsközösség. Összekötném az előző kérdéseddel, hogy kérdezted Istvánt, hogy mit jelent neki ez a cím, hogy kiáltás arad felé, és hogy ugye az emigrációban nagyon sokféle torzsalkodás van, széthúzás van, ellentétek vannak, nagyon kegyetlen dolog, és kiáltás arad felé, hogy úgy emlékezzünk aradra mindannyian, akiknek közük van magyarsághoz, hogy az emlékezés következtében, hogy akárhogy is hazátlanok, széthúzók és a többi, a nagy kohézió összetartó erő legyen arad. Tehát mint egy ezért kiáll. Tehát én azt gondolom, hogy itt magyarázható igazán a cím, de hát biztos más módon is ezt válaszolni. Én is ehhez kapcsolódnék, tehát hogy olyan szép ez ebben a részben, mint üldözött, sikoltam át a néma éjszakába ezt a varázsszót, hogy arad. Tehát a költőnek és a magyar költőnek egyszer szinte egy hitvallásként is jelenik ez meg, hogy neki ezt fönn kell tartania, neki ezt tovább kell adnia, neki a saját életébe, hogy megéri, ezt meg kell mutatnia, mert akkor tud tulajdonképpen megtörténni ez a változás, a varázsszóra, az ígéretre, hogy ebből a széthultból egy egység lesz, a hazátlanságból mégis egy kohéziós erő. És ahogy itt János mondtad, ez egy nagyon... nagyon szép kép, ez engem is megfogott, hazátlanságunk nagy kohéziója. Tehát amit megtapasztal az aradi szétesettségben, az megtapasztalja az emigrációba is, és hogy mégis a szenvedésen keresztül tapasztal meg egy új erőt, egy új összefogó erőt. Ez szerintem, mint egy emigrációs írónak egy nagyon klasszikus önreflexiója. És nem beszélve, megint beszéltünk itten a hívő Fáji Ferencről, tehát ez az utolsó részben levő egy mondat, mint ostyatestből egy hulló darab. Tehát ez egy annyira fantasztikusan egy keresztény alak tapasztalat, a megtört ostya, a megtört nemzeti tapasztalat, amiből mégis élet van, élet. És ugye ott az előző, a harmadik verszaknak a második része is, ugye nagyon, nagyon ide jön a kérdésed, hogy az emigrációs lét, hogy tükröződik benne, ugye, hogy ott a harmadik verszak közepe felé vérünkön, tehát mint olvadó folyékony érc még egyé lesz a lelkünk, hisz egypólusú 100 darab vagyunk. Taszítjuk egymást, tébolyulva, veszve, csahos száj, frázis, 100 párt lett az eszme. Arad, nem érted? Hantáporladunk. És akkor így erre válasz aztán, hogy legyen egy nagy kohéziós erő, összetartó ős erő. Nagyon
nagyon-nagyon sok mindent kihámoztunk ebből a versből, tényleg. Én azt mondom, hogy menjünk tovább a következő költemény felé. Atya, Tamás atya választása, úgy tudom. Igen. Valahogy én is úgy vagyok, mint hogy János mondta, hogy ez jó volt úgy végigolvasni. Én az antológiákat vettem újra és újra a kézbe, és szerintem ez egyiknek az utolsó verse egyszerűen, mert azt mondtam, és már megállok és keresek valamit, és erre rábökök. Ez egy egészen más vers, mint a többi, üzenetébe, de ugyanaz a csodálatos nyelv. Őszi áhítat. Ülj le a márványhűvös íg alá, honnan a nyár még visszanyúl utánad. Madarak jaját kergeti a szél, s térdedre hajtja hű fejét a bánat. Zárd el szemedbe ezt a ragyogást, ezt az utolsó, tél előtti órát. Jó koppan már, hamvas szilva hull, s himnusz dobál egy megkésett rigórád. Levél repül, nyárcifra üzenet, száraz zöld, de hátán, mint a láva, kénsárga lánggal ég az ősz, lebeg, aztán leszáll a kert aranykorába. Hány hosszú éve játszod ezt az őszt? Úgy játszod itt, hogy mégis mindig ott vagy, hol vérző fák tartják a karjukon a mustos őszi őszbeszédült sok halottat. Zárd el szemedbe ezt a ragyogást, őt minden elmerül a sárba, alma pirul, s a dombon a halál mézes szöllőt szed nagy füles kosárba. Engem elsőnek azt fogott meg benne, hogy itt vagyunk most azért egy szép kanadai ősz végén, és ez az a ragyogó őszi színek, képeknek a kavalkádja. Egyszerűen egy csodás őszi kép. Olyan sok szép őszi versünk van a magyar irodalomban, de ez megint ott van a szépek között. És közben valahogy ez a játék is, tehát ugye, hogy megszólítja itt ebben a versben az őszt, vagy egy kérdést, hogy ki ez az ősz, hogy kivel beszél itt igazán a költő. Valahogy egy nagyon személyes, intim kapcsolat van igazán ebbe, valami megint az, hogy egy nagyon mély tapasztalatot ír le egy játszó színes képvilággal. Hogy engem ez fog megtenni. Több versében visszajön az ősz képe. Én azt hiszem, hogy kedvelt vagy kedvenc évszaka lehetett Fáinak az ősz. Úgy, mint ebben a versben is, és persze más-más jelentést hordozva. Kérdezettem, vajon ki az, akit megszólított, hogy én azt gondolom, ez egy teljesen önszól megszólítás, tehát hogy saját magával beszélget, saját magának mondja a dolgokat. Az őszreambulást jelenti, és hát foglalkozik a halál ötletével és az elmúlás realitásával. Tehát ezért jön vissza mindig az ősz, hát nem mindig, több esetben az őszről, ahogy mondtam Ilona, az ősz egyik kedvenc témája. És ott van ez a vers, tényleg ugye több hasonló témájú verset ismerünk az irodalomból. Én azt hiszem, hogy ez tényleg a legszebbek között van, ez a vers. A képeivel, a gondolatiságával, az elmúlás szomorúságával. Mert tulajdonképpen az, hogy hány hosszú éve játszod ezt az őszt, ez lehet, hogy saját magát szólítja meg, de még az is lehet, hogy magát, a halált szólítja itt meg. Ugye az nem baj persze szerintem, hogyha nem tudjuk eldönteni egy versben egész bizonyossággal, hogy vajon egy-egy sor az mire utal, hiszen éppen az adja a gazdagságát
egy-egy műnek, hogy többféleképpen is értelmezhetjük. Akár így, akár úgy, akár mint az előző versben ugye volt, hogy ez megvetés vagy magvetés, mind a kettő jól működik, itt is hány éve játszod ezt az őszt. Kicsit olyan Kosztolány is talán, tehát más versek is felötlenek az emberben. Kosztolánynak ugye van ez a szép verse, az őszi, ez hozta az ősz, ugye azt az a címe, hogy őszi reggeli, arra is utalhat, de nem feltétlenül, tehát ez egy teljesen önálló költemény, ami azért szerintem úgy dialógusban van a magyar irodalom más hasonló nagy alkotásaival. Gyönyörű képek vannak benne valóban. Igen, az, ami így meglep, ami megfog, amit szeretem benne, hogy ősz, és világos, hogy a halállal való találkozáshoz vezet el minket. De egyszer nézem újra itt az egész szöveget. Itt az ősznek a gyümölcsei vannak a középpontban. Tehát a száraz zöld, tehát még a szárad is zöld, az összes többi tulajdonképpen valami a megérett, a megszületett, a teremtett céljához elért, érett gyümölcsnek a képe. És annak a rugalma is egyszerűen, rugalmassága, annak a békessége, hogy igen, tehát kétszer is előjön a halál, a mustos ősz beszédült sok halottat, pedig a dombon a halál, mézes szőlőce, nagy füles sárba, valahogy egyszerűen tényleg, hogy itt az ideje, hogy megérett, hogy most ez jó, hogy most ezzel nem harcolni kell, egyszerűen csak áhítattal ránézni, ahogy a címben van. Én is ezt a beteljesedést látom egyébként az ősz képében. Tehát István említetted azt, hogy igen, az ősz az elmúlásnak a szimbóluma, az, hogy a halál közeledik, a tél, és ugye ezt nem tudjuk megváltoztatni. Viszont én is itt az áhítat, már maga a cím is arra utal, hogy itt valami beteljesedett képet látunk. Tehát az, hogy valamit kapunk, és hogy ezt elfogadjuk, és hogy erre vágyunk, ez kell nekünk, ez az életünk része, ezt elfogadjuk. Ja, én érdekesnek találom, annyira játszik itt is, hogy ha nézitek a második versszak első sorát, meg az ötödik versszak első sorát, mi a különbség? A második versszak bevezeti a gyümölcsöket, az áldást, amitől áhítat lehet, a gyönyörűség, a telj, a termés, és a többi. És akkor a végén megint ugyanazt mondja, zárd el szemedbe ezt a ragyogást. De miért? Megmondta, hogy mit zárjon el, de miért? Mert jön a pusztulás, jön a halál. Úgy magaddal. Legyen erőd. Ez a tapasztalat. Igen, igaz. Ez megint egy mestermunka, szóval ez csodálatosan szép. Nagyon. És vajon ez a táj, amit leír, ez egy magyar táj, vagy inkább egy kanadai táj, ezen gondolkodom. Mert ez miért számít, János? Igen. Hát csak kíváncsi vagyok rá. Tudnélék, nekem nagyon magyarnak tűnik ez a táj, meg nyilván már a nyelviségéből is adódik. Viszont az a sor, hogy hol vérző fák tartják a karjukon a mustos őszbeszédült sok halottat, ez a vérző fák, ez talán inkább egy kanadai őszi fa, ahol ugye ilyen egészen erőteljes vörös színek játszanak a fákon. Ez nem annyira jellemző Magyarországon, de... Tehát Kanadában nem sok mustos ősz van. Igen, meg rigó, meg jó, meg habaszilva. De összes többi az nagyon magyar. Nagyon az összes többi az nagyon magyar, igen. Ezt szerettem volna én is. Magyar szemmel nézi a kanadai ősz. Ez akkor mondjuk ezt. Még a halál is magyar, füles kocsara van. Még a halál is ilyen magyaros. Ez a vérző fák, ez kicsit kanadai, de... Igen, de a zsigereiben benne van ez a magyar szemlélet, megközelítés. Én nem tudom pontosan, mikor írta ezt a verset, feltetően Kanadában írta, tehát nyilván ez az emlékein alapul hatott. Hát
már amennyiben ez persze érdekes, szerintem érdekes, mert mégis egy Kanadában élt magyar költőről beszélünk, és hát talán ebben az egy sorban jön be a kanadai környezet. Én arra gondolok 70 évesen, hogy 60 évesen meghalt az öregség és az ősz, de nekem olyan érdekes. Ugye arany se élt, nem tudom milyen sokáig, és az őszikéivel, meg az öregségével. Igen. Igen. Na, akkor menjünk tovább. Jánostól többet kapunk, csak mert idő elment. Melyiket nézzük akkor? Hát én kettőt küldtem. Hát nézzük sorrendbe őket, talán mondjuk szerint, tehát mind a kettő egész különleges. A második, őszintén szólva, azért még számomra szívbe markolóbb volt. Akkor vagy inkább azzal, inkább azt olvasd. Hát, nézzük azt, jó. Vers csibe hangra. A fák közt héja szél kering, nem félsz, hiszen az miért is félne, aki elülhet bűnein, az érte megfent kések hűvösébe. És nem rettent már a gondolat, hogy itt a porban csak halálra lettél, és az vágja át a torkodat, kinek kezéhez szoktál és szerettél. Kinek jóságán fennakadt a rád vadászó esték zuhanása, és ki úgy van most és úgy tagad, hogy reszketését szemgödrödbe ássa. Milyen sápadt a délután, giliszták húztak kondenz csík a porban, s a kapirgáló fák után nagy árnyat száll egy csorba nyugalomban, ahol csak hátra tört nyakad, s a pihetépő ujjak reszketése kering a magukra maradt üvöltő földek tetves ketrecébe, és darasárga fellegek és hólyag húzó zöldje egy csalánnak, miért aprította fel neked, ha téged szór szét most a pusztulásnak? Torkodban véres szél forog, nem félsz, de az miért is félne, kinek halála rácsurog az őt vigyázó Isten késnyelére? Hát ez számomra egy rendkívül megdöbbentő vers, hiszen a halálfélelem, a jóisten és a jóistennek a jósága, illetve tulajdonképpen félelmetes volta is egyszerre megjelenik ebben a versben. A bűnös ember, ez már az első versszakból kitűnik, hogy ugye azt mondja, hogy nem félsz, hisz az miért is félne, aki elülhet bűnein az érte megfent kések hűvösébe. Itt kések között van ez az ember, és tulajdonképpen hát nyilván felütlik az emberben Ábrahám és Izsák története is ezzel a sok kés villanással. Egyébként más versben is korábban, amit olvastunk, volt a bicskának a villanása, de itt ez sokkal nagyobb hangsúlyt kap ebben a versben, és elképesztő sok a feszültség ebben a költeményben. Tulajdonképpen most ki az a második versszakban, és az vágja át a torkodat, kinek kezéhez szoktál és szerettél, kinek jóságán fennakadt a rád vadászó esték zuhanása. Tehát itt valaki olyan okozza a halálát itt a beszélőnek, aki eddig mindig megóvta, megmentette, tulajdonképpen úgy, hogy meg sem érdemelte, persze, hiszen bűnös emberről van szó. Itt aztán utána ezek a képek talán nem is teljesen logikai rendben követik egymást, gondolatfoszlányok. Ugye pont-pont-ponttal kezdődik az a versek, amely úgy kezdődik, hogy milyen sápadt a délután. Itt azt hiszem valaki már említette, hogy a sápadt szó az gyakran előfordul a fái költészetében. Tehát milyen sápadt a délután, giliszták húzta kondenz csík a porban. Ez is egy fantasztikus kép.
fantasztikus kép, mert az ember úgy gondolja, tehát ez egy nagyon modern kép, de az ember tekintete ugye a kondens csíkot, ha keresi, akkor fölfelé tekint, itt viszont ez a porban van. De végig egyébként az ég felé tekint itt az elbeszélő, már rögtön az első versszak ugye úgy kezdődik, hogy fák közt héja szél kering, tehát föl tekint. Aztán egy másik versszakban ugye azt mondja, hogy ahol csak hátra tört nyakad, és a pihetépi ujjak reszketése kering a magukra maradt üvöltő földek tetves ketrecébe. Ez a hátra tört nyakad is esetleg egy olyan ember képét mutatja, aki fölfelé tekint, de nyilván ennek lehet más értelmezése is, akár a kereszten lévő Krisztus, akinek a feje kibicsaklik. Nagyon-nagyon megkapóak, és hát gyönyörűek ezek a sorok. Ugye miért aprította fel neked, ez valahogy József Attilát idézi föl ez a sor. Tehát valamilyen jót tett vele, akihez beszél, vagy akiről szól, ha téged szór szép most a pusztulásnak. Ugye itt a nagy kérdés, hogy Isten szerepe ebben a versben tulajdonképpen mi. Tehát Isten hagyja, hogy ő meghajjon, sőt, vagy védelmezi. Ugye itt az utolsó verszakban, torkodban véres szél forog. Itt azt hiszem, hogy talán sokan gondolunk Babicsra, ugye a torok hát rákkal. Torkodban véres szél forog, nem félsz, de az miért is félne, kinek halála rácsurog az őt vigyázó Isten késnyelére. Nagyon-nagyon erős és megdöbbentő kép. Isten most akkor őt védi, vagy éppen fenyegeti? Ez vágta el a nyakát. Tessék? Ő az, aki elvágta a nyakát, aki etette, akihez hozzá. Aki etette, igen. Igen. Az őt vigyázó Isten késnyelére. Isten késnyelére, de őt vigyázó. Hát, hogyha őt vigyázza, ugye nagyon nehéz ezt itt eldönteni, hogy ez most egy ironikus verszor, vagy ez komolyan gondolja, hogy rávigyázó. Amennyiben azt mondjuk, hogy hogy nem ironikus, akkor nyilván akkor azért benne van a bizalom. Ha pedig ironikus, akkor nincsen, tehát akkor itt valami megszakadt benne. Számomra ezért ilyen megdöbbentő ez a vers, és egyébként rengeteg olyan utalás van, ami a magyar irodalom más, tehát ez a rácsúvog, ugye a Pilinszkinek az Apokrif című verse, ugye amiben most hirtelen, hogy is van, hogy és arcukon könyv helyett a ráncok, csorog az üres árok. Tehát egyébként sok helyen érezni párhuzamot Pilinszkivel, de én azt hiszem, hogy ez a költészet, ez teljes mértékben egyenrangú Pilinszkinek a legerősebb soraival is a fáj Ferenc költészete. Akkor te úgy értelmezed, Szabolcs atya, hogy itt tulajdonképpen Isten az, aki ezt a késsel, aki a késsel átvágja. Igen, ő az, aki átszágja a nyakát, és egyben rácsorog a kezére. És én azt gondolom, hogy ez nem csak, még ha ironikusan is írja, inkább annak az emberi fájdalomnak az iróniája, a fölött irónia, hogy nem értlek téged, Istenem. Te szeretsz, és most elvágod a nyakam. Igen. Tehát, hogy ez tulajdonképpen abba az irányba viszi el az embert, hogy ne keressen olcsó emberszintű választ Istenre, hogy ki az Isten. Isten misztérium. Igen. A tremendous, a félelmetes. És ugyanakkor, igen. Nekem nagyon ez, amit mondasz itt, Szabolcs. Tehát ugye azt mondjuk, hogy egy csibének a hangjára itt vers, tehát tulajdonképpen a csibe, ahogy látja a gazdáját, aki gondoskodott, és mégis ott elvágja a torkát egy pillanatban, és ez kitágítja így akkor egy ember-Isten kapcsolatra, ahol megtapasztalta a gondoskodást, és egyszerűen nem érti, nem tud mit kezdeni most akkor a késsel, a pusztulással.
És hogy valóban hogy erre nincsen olcsó válasz, hogy ez mit jelent. Igen, ez egy megdöbbentő vers. Már egyébként maga a vers cím is igen talányos, de én azt hiszem, hogy nagyon jó megoldást mondtatok erre. Én arra is gondoltam, hogy esetleg ez egy olyan vers is lehet, amit nem tudom, tehát csibe hangon lehetne ezt így elmondani, amit azért nehéz persze elképzelni, vagy egy olyan vers, amit csibe lehetne megzenésíteni, de valóban az is benne van, és talán ez a megoldás, hogy az a csibe, amelyik aztán végül a kés alatt végzi. Én is erre gondoltam egyébként, tehát van egy ilyen konkrét jelentése ennek a versnek, a csibe sors, ugye, hogy fölneveli a gazda, itt ugye vannak az, hogy ketrecben is nevelkedik, kapirgáló fák után, pihedara, tehát vannak konkrét tárgyi képek is, amelyek a csibe csirkenevelésre vonatkoznak. Szeretjük, felneveljük, de utána megöljük magunknak. Eszembe jut egy gyönyörű kép, hogy a gazda az udvaron kimegy a gazdasszony a csirkéért, vagy ma hogyan kerül a csirke az asztalra ezekből a gyárakból, kegyetlenség körülmények, hogy kimegy a gazdasszony, és szépen az egyiket kinézi, és akkor megfogja, simogatja, és hát egész addig nagyon gondját viselte szépen, mondja, hogy hát akkor most átkerül a sor, ma a vasárnapi ebédet, és köszönjük, hogy te fogsz szolgálni, és hogy te fogsz táplálni minket, és beviszi, és nisz, és jön a vasárnapi ebéd. Szóval ez a vidéken, ez egy ilyen szép kép, ezt már nagyon nehéz érteni egy városi embernek. Én nekem egy ez paralel gondolat jutott eszembe, és én nem tudom, ezt csak angolul találtam ennek a definíciójára. It's the definition of theodicy. The defense of God's goodness and omnipotence in view of the existence of evil. Ez nem erre a teológia, filozófia gondolatra próbál valamilyen választ adni, vagy nem erről van egy szenszor. Melyik a szó, amit elkezdtél, amire ez a magyarázat? Theodicy, a teodicea, szem talán görögül. Igen, a teodicea az a filozófiai traktátus, ami filozófiai nyelven az Istenről, tehát nem teológia, hanem Istenről szóló filozófus beszél. Méghozzá a teremtett világból kiolvasható Isten képet próbálja, ugye, amire a római levél, hogy mindenki, aki alkot valamit, az alkotásból lehet következtetni az alkotóra, ugyanígy a világból az Istenre, hogy az Istenről szóló beszéd, a teremtett világ, a természetes világ filozófikus megközelítése alapján milyen kép bontakozik ki bennünk az alkotóról. Szóval angolul ez nem egészen, legalábbis ahogy én értem, nem egész azt mondja, the defense of God's goodness and omnipotence in view of the existence of evil. Pontosan, de ez teljesen megfér. Hát itt is ugye a rossz, a halál, a megölésnek a képe, hogy hogyan tudjuk ezt összekapcsolni az őt vigyázó Istennel. A szeretet. Igen. Tehát pont ez a... Ez a nagyon fájdalmas teológiai kérdés, miért van rossz akkor, mégis ezt járjuk. Ez az, igen. Most ez nem, igen, nem teodicea magyar, nem lenne ez teodicea magyarul? Mert angolul ez ezt jelenti. Hogy a gonoszság létezése a mindenható és jóságos Isten ellenében. Ellenében, vagy nem tudom pontosan jó szóval. Nem, a jóságos Isten védelme a gonoszság ellenében. Ez az, igen. Tehát pontosan erről van szó, tehát hogy milyen Isten kép formálódik a teremtett világ alapján, nem beszélve kinyilatkoztatásról, Jézusról, Bibliáról, semmiről, hanem a harmadik könyve a Bibliának, ugye a teremtett világ, a természet, abból milyen Isten kép
bontakozik ki, és nyilvánvalóan egy hívő filozófus számára a teodicé az, hogy a jóságos Isten mutassa meg a világban lévő gonoszságot. Igen, csak itt ugye az utolsó sorban az a kérdés, hogy a jó Istennel hogyan összeegyeztethető az, hogy elvágja az ő nyakát, és ezt nem tudjuk összeegyeztetni, vagy én azt hiszem, hogy nem, nagyon nehéz összeegyeztetni. Minden esetre a beszélő az nem fél, van benne bizalma. Most az, hogy az őrá vigyázó Isten késnyelére azért úgy is lehet értelmezni, hogy Isten ezzel a késsel védelmezi őt, de azt hiszem, hogy akárhogy olvassuk, mégiscsak az is benne van, hogy elvágja a nyakát, ahogy ezt egyébként Szabolcs atya említetted. De hát a vigyázó Isten az hogyan vágja el a nyakát, ugye? Tehát itt egy olyan ellentmondás van, hát ez a legnagyobb ellentmondás ebben a versben. Tele van ellentmondó képekkel egyébként, hihetetlen feszültségekkel teli ez a vers, gyönyörű szép. De ez a gondolat, ez azért az embert azt hiszem, hogy hát eléggé felkavarja. Megengedi az Isten, hogy legyen halál. Tehát valamiképpen az ő kezében van a kés. Még akkor is, ha ő jóságos. De azáltal, hogy megengedi. Tehát kell lenni egy sokkal magasabb szintű értelemnek, vagy látásnak, amiben ez értelmet nyer. De ez az, amit mi nem értünk meg. És lehet, hogy egy-két néző is már kezd kikapcsolni, mert hogy ígértük, hogy mennyien hosszan leszünk együtt, egy kicsit kezdjük túllépni. Én olyan szívesen beszélgetnék hajnalig, már itt hajnalig, mert mindjárt éjfél. Ilona, nézzük meg a te versedet. Hát köszönöm szépen, hogyha kapok egy pár percet, és én két verset választottam, tudom, hogy nehéz, most el kell döntenem a vándor és az önéletrajz. Talán az önéletrajz lenne egy nagyon jó záró vers, viszont hadd válasszam mégis a vándor című verset. Jó, menjünk vissza. És akkor már elmondom utána, hogy miért. Vállára dobja életét, maga ura, maga cselédje, s elindul lassan a sötét, embert veszejtő messzeségbe. De rászólnak a csillagok, felhő kiált, kigyúl az éjjel, s gonosz kis életes sajok sosem gyógyuló tenyerében. És felkelnek a madarak, árok hívja, de fut előle, ő, ki a gyógyító szavak vajákosa és ismerője. Kit csalán bújtat, hogyha fél, zábor szárít, hogy meg ne fázzon. A tarlóba tereli a szél, hogy annak fájdalmában járjon. S most rázuhan az Isten is, nem ugrik el, leül egy kőre, mert tudja, már az sem segít, ha elrántja magát előle. A Vándor című versben én a vándor képében egy allegórikus képet látok. Ez egy allegória számomra, mely lehet maga a fái sorsának a képe, útkeresésének a képe, a bolyongás, a hazától való elszakadás, a hazából való kiszakadás, a kivetettség képe is. Tehát itt megjelenik ez a vándor, aki mindent elhagyva a saját maga ura, és rábízza magát a gondviselése, Isten útján járva, a csillagok rászólnak. Itt ugye a természeti képek erősen megjelennek, és ezek a jelenségek, a természet apró képeit is nagyon szép leírás részletet találunk, nagyon fontos szerves részei az emberi életnek. És hogy ugye, ahogy jár, bolyong, útját keresi, vagy követi ez a vándor, itt is nagyon sok ellentétes kép jelenik meg, annyira jellemző ez is fái költészetére, tehát az, hogy csalán bújtat, hogyha fél. Hát ugye a csalán az megszúr, ez egy ilyen oximoron kép, vagy zápor szárít, hogy meg ne fázzon, ugye a zápor szárít, az is egy oximoron. Vagy a tarlóba tereli a szél. Ugye a tarló, a szél, hát nem tudom, hogy védi meg a tarló a széltől, tehát minden viszontagságnak van kitéve ez a vándor, aki keresi az útját, nem adja fel, megy, és
és utána megadja magát az Istennek, az Isten előtt is, már nem tiltakozik, elfogadja a sorsát, belenyugszik, leül egy kőre, mert tudja, már az sem segít, ha elrántja magát előle. Itt ugye az Isten is rázuhan. Tehát az, hogy elfogadja a sorsát, oda megy, ahova a sorsa viszi, ennek is van értelme. És ez az út, ez a vándorút, ez az egész életünknek is a jelképe. Az, hogy keresünk valamit, keresünk és megtaláljuk, és elfogadjuk azt, ami ránk mérettetett. Tehát nagyon röviden így tudnék erről a versről beszélni. De ha lett volna időnk, akkor az önéletrajz valóban egy nagyon szép zárás lett volna, hiszen most a messzeségbe eljutott költő visszanéz az emlékezetében, és az emlékezet az őt mindig hívja, és akár merre is megy, akár merre jutott, a csillagok felé néz, minden kitárult előtte, viszont a szülőföld, Pécel, ahonnan eljött, az hívja, az most is hívja őt. És az a nosztalgikus vágyódás, a hazaszeretet, a honvágy érzése, ez mindig ott van benne, és ez ad egy biztonságot, egy biztos pontot az ő életében, ez erőt és támaszt is ad. Nagyon szép a következő vers, az önéletrajz is, amely szerintem nagyon szépen összefoglalja az emigrációs lét, életérzését, annak a nehézségeit, és ez egy szép önvallomás. Ez egy gyönyörű befejezés, ami úgy nyitva hagy rengeteg dolgot, nem zár le. Te egy igazi vétó. Te felolvasod? Fölolvasom. Én azt mondtam, hogy a beszélgetésünket lezárhatjuk természetesen, itt is még beszélhetnénk tovább. Tehát önéletrajz. Mikor az asztalt már fel tudtam érni, a vadszülőről kezdtem el beszélni. Tetőnkre kúszott vén, szakállas ága, s én csúcsát néztem Lábujjhegyre állva. A csúcsát. S len a pára fette rétek felé mutatták már a jegenyéket. A dombok is, mind felfelé mutattak, s a kálvinista tűzűző kakasnak taréján is kis hívófények égtek, s én lent az égről álmodtam meséket. A fák kidőltek, tornyok összedőltek, és mégis szálltam följebb, egyre följebb, s hogy most a józan végtelenben élek, a csillagoknak Pécelről mesélek. Milyen szépen rímelnek a sorok, ugye? Ezek a keresztrímek, sorvégi összecsengések, belső rímek, itt is az idő, a tér kitágul, az emlékezet hívószava itt is jelen van. Az emlékezet szinte mondhatnám azt, hogy vallatja a költőt, vagy a költő vallatja az emlékezetét. És a végtelenség a csillagoknak, a fent és a lent, a távol és az itt, az mind egyben van. A csillagoknak Pécelről mesélek. Gyönyörű. Ugye milyen szép? Milyen szép, igen. Hát én nagyon örülök, hogy meghívtatok, nagyon köszönöm, hálás vagyok, hogy bekapcsoltatok ebbe a ma estébe. Én elköszönök most, hogyha nem haragusztok. Most már biztos még egy kicsit maradtok, vagy hogy terveztétek? Én akkor itt mostan bezárom itt akkor a formális beszélgetést. Köszönöm, hogy bekapcsolódtatok, és akkor elengedjük a hallgatókat. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok.